Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Míg Tóth Barbara hegedű játékával örvendeztette meg a közönséget a jeles eseményen, addig Iski Roland és Szabó Szilágyi Éva énekhangjával kápráztatta el a publikumot. A muzsikával átszőtt rendezvényen kiderült, hogy Szabó Szilágyi Éva már gyermekkorában nagy érdeklődéssel fordult a komoly zene felé, mely annak is köszönhető, hogy szülei a művészetek szeretetére nevelték testvérével egyetemben. A zenei alapokat Makón sajátította el, többek között hegedülni és zongorázni is tanult. Életének egyik fontos mérföldköve volt, amikor 14 évesen Steiner Béla Aranycipő című darabjában a tündérkirálynő szerepében láthatta a nagy érdemű. És ez az első szerep volt az, amikor szinte kiskamasz gyerekként megéreztük azt, hogy milyen egy színházi produkcióba részt venni, hogy egy komplett zenekarral együtt dolgozni, énekkarral, táncosokkal, szólistákkal, és nem csak ugye énekelni a színpadon, hanem prózát mondani, karaktert megformálni. És ez már akkor, abban a korban nagyon-nagyon elvarázsolt, és különösen ez az egész összművészeti produkció, amit annak idején a kiváló pedagógusaink létrehoztak, ez egy nagyon meghatározó élmény volt abban, hogy tovább induljak az ének felé. A későbbiekben magánéneket tanult, majd énekművész diplomát szerzett. Szívéhez legközelebb az opera áll. Az Overdream együttes tagjaként a már említett műfajt rendhagyó formában, a rock és a metal stílussal ötvözve népszerűsítette. A formáció sikerét jól igazolja, hogy a Sziget Fesztiválon is felléptek egy pár évvel ezelőtt. A makói gyökerekkel rendelkező művész az operettek világa felé szintén nyitott, a Hungaroperett Társulat előadásaiban számtalanszor tűnt fel. Magyarországi szereplései mellett több külföldi turnén is részt vett. Évek óta az újpesti Erkel Opera Stúdió vezetője. Nagy-nagy feladatokat rótt rám, hiszen előtte én csak idézőjelesen énekeltem és tanítottam, és akkor most egy olyan csapatot kellett kezelnem, betanítanom, rendeznem, akik már hozzá voltak szokva egy ritmushoz. Tehát nekem is azt gondolom, ez egy nagy-nagy kihívás volt, hogy átvehettem ezt az együttest, és azóta is velük dolgozom. Nagyon-nagyon sok szép sikert értünk el ez alatt, a 6 év alatt, számos opera előadást, most csak egy párat sorolnék fel, Varázsfúvola előadást csináltunk, Rászedett Kádi, Strausza a denevér. A közeljövőben újfent találkozhat a közönség a művésznővel Makón, ugyanis szeptember 21-én a Hagymaházban fog énekelni. Az eseményen arról ugyancsak szó esett, hogy már a következő év is tele van felkérésekkel, ennek tükrében a világ egyik legrangosabb kulturális rendezvényén, a Velencei Biennálén is láthatják majd a nézők.